A podcast működését a Podcast Pioneers, a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Nagy szeretettel köszöntöm a Sláger FM visszapillantó című műsorának a vendégeit, nézőit. Örök téma, hogy a Kressz mennyire aktuális, és hogy kellene ezen egyáltalán változtatni, mennyire tartjuk be a szabályokat, megtanuljuk a Kresszt, aztán utána szépen lassan ez kopik. Hát, van itt a bőven. Pető Attila, a Kressz professzor vendégem. Szervusz! Szervusz, köszöntelek! Köszönöm a meghívást, köszönöm mindazokat, akik néznek, hallgatnak minket. Na hát akkor kezdjük az elején. Ugye valami Kressz változtatás az így levegőben? most ezzel kapcsolatban vannak fix információink, vagy ez, ez megint csak egy ilyen ködös valami? azon gondolkodom igazából, hol az elején, mert így kezdett, hogy kezdjük az elején. Hát nagyon régen, nagyon messze van, 1975-ben íródott a Kressz, két év múlva lesz, 50 éves, az akkor korszerűnek tűnő jogszabály már egy kicsit azért elavult. És nem nagyon nyúltak hozzá, ha megnézném, kb. Olyan 15 nyi az a szabály, amit korszerűsítettek vagy változtattak, az alapjai ugyanazok, ugyanúgy van a jobbkész szabály, a jobbra tartás, az előzés szabály, stb. stb. és azért az élet előre szaladt. Tehát én úgy gondolom, hogy egy sokkal egyszerűbb és korszerűbb jogszabályra lenne szükség, bár nekiállni ennek és megcsinálni nem egy könnyű jogász és szakemberi feladat. Azért sokszor hallottam ezt, és ez egy bizonyos kultúrkörben ez állja mag megállja magát még ez a dolog, vagy ez a feltevés, hogy hát a kressz is, és ugyanúgy, mint a táblák, a sebesség sebességkorlátozó táblák, 1975-ben radiál, vagy diagonál gumis moszkvicsokra lettek kitalálva, úgyhogy én a 60-as táblánál nyugodtan 90-el bemegyek, tehát hogy itt ezzel gond nincsen. Hát azért van. Egyébként pont a sebességértékek sokszor változtak, tehát nem tudom, képben vagy, de például autópályán nagyon sokáig 120 km volt a megengedett sebesség, 120 km per óra, aztán levitték 100 km per órára, aztán Európáz az igazodva jött ez a 130-as, változtak ezek az értékek, de abban teljesen igazad van, hogy a kresz egy taxatív jogszabály, ami abban le van írva, az be kéne tartani. És úgy gondolom, az emberek zőme azért nem úgy vagy nem ismerem a kresz szabályait, hanem inkább úgy, hogy nem akarom valamiért betartani. Lász amit említettél, hogy egy adott sebességhatárnál nekem a megengedett az jóval nagyobb. Vannak ezek a klasszikusok van, nem is tudom, hogy egy ilyen hármas, ugye, hogy hol nem lehet tolatni, hol nem lehet visszafordulni, ez a alagút, híd, vasútján. tehát hogy ilyen annyira nonsens dolgok, de értem nyilvánvalóan, hogy ennek benne kell, ennek írásba kell foglaltatni ennek a dolognak, de hogy tehát azért sok helyen egy picit valóban az észszerűségtől talán már, már elhaladott a kressz. Igen, bár amit mondta, hogy javítsal, mert alagútba meg hídon pont szabad tolatni és megfordulni. Eset Komolyan? Nem tudják, Na. így van. <laughs> Ah, még ére és újra vizsgálkozni. Vizsgálkozni. Nem szabad, de mindegy, ezt sokan elrontják, ne izgulj emiatt. Egy a baj, hogy persze a kres alapján közlekedünk, de a KRESZből dolgoznak a jogászok is. Tehát ha egy komoly baj van, egy baleset van, ott azért minden szónak jelentősége lehet, hogy mit például előzni tilos az előzni tilos táblánál, de mit tudom én, gépjárművel megelőzhető az egy haladó. Ezt muszáj így leírni, mert ha egy baleset van, akkor ez alapján fogják megítélni, hogyha nem egy nyomót előztem, egy haladót előztem, hanem két nyomó haladót, vagy nem a gépjárművel előztem, hanem mondjuk egy traktorral, egy biciklist, és úgy van baleset, akkor ezek a szavak jelentőséget kapnak. Tehát ezt azért sokszor látjuk mi is, hogy a kressz jelenlegi állapotban sokkal inkább a jogászoknak szól. Lehetne egy egyszerűbb jogszabályt írni. Erre a kedvenc példám a lakópihenő. Vezet, ahol fél oldalon keresztül írják, hogy ki hajthat be milyen célból. Hiába vagyok resztanára, most becsuknám a szemem, nem biztos, hogy fel tudnám fejből sorolni az összeset. Miért nem lehet azt leírni, hogy övezetbe, mivel ez egy pihenő rész, meg hagyjuk ott a, a, az embereket sétálni, meg egyéb, csak az hajthat be, akinek ott dolga van. De nem tudom, Pont. érted, de ha Igen. ilyet leírok, akkor mindenki azt fogja mondani, magyar emberek mindig keresik a kiskaput, hogy nekem dolgom volt. Tehát muszáj valamennyire jogászilag is megfogalmazni a szabályt, de igazából az lenne jó, ha rá lehetne bízni az emberekre, hogy például akkor elősz, hogy ez biztonságosan megtehető, és nem kellőtt feltétel, 13 tilalmat, meg mit tudom hány egyéb dolgot leírni, és ki az, aki megjegyzi. Kicsit ez a most, a, ahogy ezt a lakópienővezetes ilyen ővezetes anomáliát, ahogy említetted nekem, Ma a kivéve célforgalom. Ez, ami ugyanez jutott eszembe, és Bevallom őszintén, gyakran célforgalmi ö, szándékkal megyek az állatkerti körúton, ö, ami ö, behajtani tilos kiület célforgalom, ö, reggel kilenc és nem tudom, valami meghatározott időintervallumon belül. Természetesen én, én ezen időintervallumon kívül haladok, de, de hogy egy ilyen szituációban például, tehát hogy ugyanígy ezen annyiszor gondolkozom, hogy megállít a rendőr, és akkor gyorsan leparkolok, jöttem a cirkuszba. Tehát, hogy akkor én így már célforgalomnak minősülök. Hát igen, ennek ellenére, amit mondtam, hogy jogszabály megkötöttek a sorai, rengeteg olyan megfogalmazás van a kreszbe, ami azt sugalja, hogy felnőtt emberek vagyunk, el tudjuk adott helyzetben dönteni. Nyilván az ki át... tudjuk dumálni. É, ez is jó, igen. De nyilván az átkelt fel azért nem lehet menni, mondjuk csúcsforgalma, mert nem kéne, hogy az is beduguljon, ezért találták ki ezt a célforgalmi jelzést, de való igaz, a kresz magát a célforgalmat nem definiálja. Mi egyébként úgy tanítjuk, hogy aki megállás nélkül átmegy, az nem célforgalom. És rengeteg ilyen fogalom van a kreszbe a fokozott óvatosság, a kellő távolság, a kellő idő, a mérsékelt és sorolhatnám, ami nem, nem egy exakt dolog, nem egy definiál dolog. De erre mondok egy nagyon jó példát, kedvenc esetem, a, a kerékpáros veszélytjelző tábla, és harmadik kollégámmal egyszer körbe mentünk a városba, és ötféle variációt láttunk a táblából. Az egyiken volt kalap, a másikon hátradőlt, a harmadikon előredőlt, és akkor ugye előveszem a kereszt, mint jogszabályt, abba ott van egy rajz, amit 75-ben rajzoltak hozzá, hogy így kéne, <gül> <gül> most nem is jut eszembe az eredeti 75 ösbe hogy van, hogy így kéne kinézni egy táblának. Na most mondjuk ennek a táblának van valami joghatása, és arra hivatkozok, de kérem szépen, ez a jelzés nem úgy néz ki, mind a kreszbe. Tehát azért erre a, a jogászi gyakorlat is azt mondja, hogy ha van egy ilyen ráutaló, jellegzetes dolog, akkor ne kezdjük ezt már kimagyarázni. Tehát vannak dolgok, amit el tudunk dönteni, igen, az lenne az egészséges, ha ki van téve a célforgalom tábla, akkor tényleg nem mennénk oda be, mert megért Tenénk, hogy ott tényleg az a forgalom zajlik, csak ami az állatkerthez, vagy a fürdőhöz, vagy egyébhez megy, és nem kéne ott reggel a dugóba szólni pont emiatt. De hát itt még nem tartunk sajnos a közlekedésben. Hát ez a kalapos biciklistábla, ez nagyon meg. Ez nagyon van rajta, kalap, hogy nincsen. Szenzációs. Mi az, amin te személy szerint változtatnál, mondjuk, hogyha a Kressz változtatásról van szó, akkor mondjuk a lista első, mondjuk egy-két-három helyen szerepel, amit úgy gondolod, hogy ennek most már nagyon ide lenne, hogy megváltozzon. Szerintem vannak egyértelmű hibák a Kresszbe, ami nem logikus. Mondok egy példát, há, például a háromsávos autópálya m 7 jövünk Pest felől, a Kressz azt mondja, hogy a belső sávokban előzhet, folyamatosan előzhet, ugye személygépkocsi, kistergépkocsi, motorkerékpár, hiszen ezek mehetnek 130 km per órával. De a harmadik sávban, vagy tová, annál tovább, már kistergépkocsi nem mehet be, csak személygépkocsi és motorkerékpár. Tehát ez szerintem egy egyértelmű hiba, amikor fölemelték a kistergépkocsi kis sebességét egy 130 ra elfelejtettek -e ez a uh -huh. Hol ott ismerjük ezeket a furgonokat, most miért nem mehetnének a belső sába. Tehát vannak ilyen apróságok, amiket javítani kéne, a megállási tilalmak is olyanokat is rengeteg van, különböző távolságértékkel, mondjuk busz megálló előtt 15-5, ma már a csuklós buszok idejében ez, ez nem igazán megállja meg a helyét, ezért inkább festik föl a sárga cikcakokat. Úgyhogy azért több oldal tudnék én is javasolni, ami úgymond korszerű dolog, és hát a legújabb, és szerintem ma még erről beszélünk, azok az új közlekedési eszközök, amik 75-ben nem szerepeltek a kreszbe, itt például gondolok kimondottan az elektromos rollerre és hasonló, hasonló ezeknek azért jó lenne most már helye abban a szabálygyűjteményben. Ha ennél az utolsó pontnál megállunk, akkor mi a te véleményed, te mit javasolnál az elektromos rollerekkel kapcsolatban? Milyen szabályozás állná meg szerinted a helyét? Te, aki oktatóként is részt veszel a forgalomban, tehát látod, Azokat a vezetőket, akik mondjuk egy kicsit bizonytalanabbak még, nem nagyon tudják, hogy hogyan reagáljanak mondjuk egy ilyen szituációra, tehát náluk talán még jobban felfedezhető az, hogy milyen veszélyforrás jelent mondjuk akár egy roller, ha a járdán temposan közlekedik, vagy az úttesten temposan közlekedik. Igen, azért szoktam mondani, engem kérnének meg, hogy az egész kressz módosítsam, akkor nem vállalnám valószínű, mert ez olyan nagy feladat, és ez is olyan téma ez a roller, hogy persze vannak gondolataim, el is fogom mondani, de hogy tényleg megállja ez a helyét az életben, azon lehetne gondolkodni. Ugye ott van a kerékpár, segédmotoros kerékpár, motorkerékpár, talán egy jó analógia, mind a három, úgy egy kétkerekű jármű, érezhetően különböző teljesítményen sebességgel. És a Kressz külön veszi a kerékpárt, a segédmotoros kerékpárt, a motorkerékpárt, külön szab meg szabályokat, például autópályára csak a motorkerékpár mehet föl, de például autóbusába a kétkerekű segédmotoros kerékpárt beengedjük, míg a kerékpárt nem, aztán a kerékpár sávon mehetnek a kerékpárok, még a motorosok nem. Tehát ha vannak ilyen részek a Kresszbe, akkor ezt esetleg át lehetne gondolni, meg lehetne csinálni az elektromos rollerrel is. Hogy most sebesség vagy teljesítmény alapján ez már egy jó kérdés. Tehát én az igen kisméretű, vagy akár lábbal hajtott, vagy, vagy minimális motorral rásegített rollereket én elhelyezném ugyanúgy a gyalogosok közé. Tehát szerintem nekik ott lenne a helyet, tehát gondolj bele, egy gyerek kimegy egy ilyen kis rollerrel, sokkal nagyobb biztonságban van a járdán, a gyalogosok között, mint az autók között az úttesten, vagy akár a kerékpár úton. Hát persze a gyalogosok mennyire örülnének neki, a ez gyakorlás. a másik dolog, tehát ezzel is össze kéne hangolni. Nyilván azt lehetne mondani, hogy maximum 5 vagy 10 km per óra sebesség. Na jó, pont erre akartam rákérdezni. Hát látunk olyan rollereket, ami hát egy az, hogy néha egy feldobja a Facebook, meg olyan hirdetési oldalakat, hát ilyen 5 ezer forint egy roller, oké, tud 70 menni, hát az már szerintem önmagában egy ilyen Isten kísértés egy mondjuk egy 20 centis kerékkel 60-nal menni, de hát ők tudják, ezzel nyilván ezek nem menjenek a gyalogosok között vagy a járdán. Teljesen jogos, és ugye mondtam a segédmotor motor esetében van egy jogszabályi háttér, hogy mi az, ami segédmotornak minősül, mekkora a tartalom, mekkora sebesség, és mi az, ami motorkerékpár elektromos rollerekkel szerintem ez a legnagyobb gond, ki a fene mondja meg, hogy melyik milyen, mekkora teljesítmény, milyen sebesség. Mert ahogy mondtam, a legkisebbeket el lehetne helyezni a járdán, mondom egy maximum 5 vagy 10 km per sebességgel, leírva azt, hogy maximálisan alkalmazkodva a gyalogoshoz, tehát azért a gyalogosok védelme legyen meg, kicsit nagyobb én valószínű beleillesztenék a kerékpár részben, de, de ez is veszélyes dolog, mert ha azt mondom, és jogszabályi tervezetekben olvastam ilyet, hogy 25 km per óra sebességig haladó elektromos roller legyen kerékpár, azért át kéne gondolni, hát a kerékpárra van olyan szabály például, hogy utánfutó köthető után, hát egy roller hülyén néznek egy utánfutóval. Tehát nyilván ez is átgondolat, hogy azt mondom, hogy kerékpár, vagy azt mondom, hogy egy közepes méretű elektromos roller, és akkor minden szabályba beleillesztem, hogy hol közlekedjen, milyen feltételekkel kell, a világítás, stb. És ugye 25 felett merül fel az, amit említettél te is, hogy 60-70, sőt, én láttam már videó 120-szal száguldó elektromos rollert, hogy ott akkor koraszt... az, az Igen, történt, igen, igen, igen az, hogy akkor igen. ez legyen egy, egy segédmotoros kerékpár, vagy annak megföljármű, és akkor ott már előírom a vezetői engedélyt, a bukós is, a kötelező biztosítást, a világítást, stb. stb. De mondom azt, hogy azt mondani, hogy egyértelműen segédmotoros kerékpár, az például jár egy olyan veszélye, jelen pillanatban az előbb segédmotoros kerékpár közlekedhet bússávon. Na most azért nem biztos, hogy az elektromos rollereseknek 25 fölött mondjuk 30 haladva örülnének a hetes buszvezetői a Rákóczi úton. Tehát azért mondom, nagyon nehéz ez a mesdje, az lenne a legkorrektebb, ha nem besorolnánk, hogy kerékpár segédmotoros kerékpár, hanem három kategóriába vagy maximum kettőbe osztanánk az elektromos rollereket és hasonló elektromos eszközöket, és minden szabálynál odaillesztenénk, hogy ez szabad neki vagy nem szabad, és akkor ez egyértelmű lenne. Más kérdés, hogy megint ki tanulja ezt meg, kellene jogosítvány, vizsgázni, stb. Tehát sok-sok kérdést felvet ez, Európába is kínlódnak ezzel. Tehát nincs mindenhol egységes álláspont. Pont ilyen érdekes, nem is olyan régen, hogy Párizsban, azt hiszem talán szeptember 1 határidővel az összes bérelhető rollert kivágták. Ö, ugye, ha megnézzük a főváros közlekedését és a, a, roller kérdést, akkor meglátjuk azt nyilván, hogy ott a bérelhető rollerek, tehát általában ott van ez a ö, teljes nonsens, tehát ugye egy az, hogy jön a az angol legénybúcsús csapat, és akkor ahányan elférünk egy rollerre, meg társai, tehát hogy ott egészen eszemen dolgokat látni, ami nem csak a közlekedéssel kapcsolatban, hanem mindennel szemben egy ilyen teljes nonsens. Hogyha megnézzük azokat, akik saját tulajdonú rollerrel közlekednek, Zömében látod, hogy bukós is akar közlekedik, akár még van könyök, térdvédő, stb. Tehát felkészülten ők sokkal felkészült ebben vannak a forgalomban, és mondjuk ő rájuk lehetne valóban ezt a jogszabályt illeszteni. Aztán kérdés az, hogy mennyire tartja be, de tételezzük fel, hogy ő mondjuk ő nem szembe megy a széllel. Itt a, béreles, a, roller bérléssel kapcsolatban ez az, ami egy ilyen nagyon érdekes történet, hogy ennek hol lehetne kihúzni valahol a méregfogát. Hát én úgy gondolom, aki foglalkozik ezzel, és kiadja a rollereket, annak ez egyfajta felelőssége lenne. Sokan nem tudják például, az egy dolog, hogy a kreszben a roller így nem is szerepel. El. Soha nem is szerepelt, meg most se szerepel. De azért például a büntetőtörvénykönyvben van egy olyan passzus, hogy a motorral hajtott közlekedési eszközök vezetése alkoholos állapotban nem lehetséges. És nem egyszer hallom, hogy szombat esténként a rendőrök vadásznak az italos elektromos rolleresekre, és beviszik őket, hogyha elkapják. Tehát azért vannak itt közvetett szabályok, amiket be kéne tartani, de hát nyilván aki kiadja ezeket a rollereket, föl kéne a figyelmet, vagy biztosítani -e kéne. Bukós is akkor, ott rendezni egy biztosítást, nem tudom, rendelkeznek-e, azt most már látom, hogy ezeknek van valami rendszámszerű nyilvántartás, hogy legalább azonosítani legyen, ha mondjuk egy autónak leviszi a tükrét, és azért el lehetne mondani ott egy szabály ismerette, hogy hol közlekedjél, mit szabad, mit nem, nem tudom ezt mennyire veszik komolyan, de néha úgy érzem nem. Nekem nincs ilyen applikációm, és nem is próbáltam bérelhető rollert még egy ismerős, egy korábbi adásban elmeséltem egy ismerősöm még, amikor bejöttek a 90-es években, az az alumínium összehajthatós roller, ez a 7 gram az egész, és ő egy kavicsra ráment a nyári szünet előtti napon, beszorult a kerék meg ott a sárvédő, vagy ott a vázrész közé a kavics, ő tovább repült, és ezzel az egész nyarát sikerült lenullázni, mert egy szilánkos törést összehozott, úgyhogy én nekem vannak fenntartásaim a rollerekkel, illetve a kiskerekű járművekkel kapcsolatban önmagában. Lehet, hogy a, amikor az applikációt letöltöd, vagy te regisztrálsz erre a szolgáltatásra, akkor ott jön egy hosszú-hosszú-hosszú lista, amit értem, elfogadom, klik. Tehát, hogy ezt ismerjük, tehát soha való életben senki nem olvasta végig, tehát, hogy abban lehet, hogy benne van a leírás, és figyelem, ta -ta 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 -ta. tovább dobjuk. Na most ezen az analógián, hogyha megyünk a kressz oktatásra, akkor mit látunk? Ott kénytelen az ember elolvasni, és kénytelen beseggelni, aztán utána szépen telik múlik az idő, és már kiemlékszik erre. Hát igen, én három éve egyébként csináltam az elektromos rollerekről egy filmet, amikor ez jelenség volt, és akkor próbáltam megkeresni, most nem mondom ki a legnagyobb ilyen céget, hogy beszéljek velük is, és nem találtam meg. Tehát a neten nem de volt jó. egyszerűen elérhetőség, hogy egy élő ember, aki ennek felel, és lehet, hogy azóta van, de akkor tudom, hogy nem sikerült. E, jogos, tehát ha megtanulunk valamit, meddig maradjon a fejünkben. Azért van egy olyan ismert szlogen, hogy a jogszabály nem ismeretlen, nem mentesít a felelősségre vonás alól, ezt mindenki tudja. Tehát az egy dolog, hogy valaki megtanulta annak idején az autós iskába a levizsgázott, levizsgázott vezetésből, azért a szinten kéne tartani. És egy nagyon érdekes tapasztalat, szoktam nézni a tanulókat, ugye majd napig is ilyen internetes teszteket gyakorolnak, és akkor persze az a metódus, hogy mit tudom, 15-20 hibával elkezd, és akkor így lefele megy, és akkor eléri a 5-6 hibát, boldog, és megy vizsgázni, és akkor nézem a statisztikát, és egy ilyen 20 pontos tüske. Na mondom, apuka megcsinált egy tesztet otthon kíváncsiságból, aki 20 éve vezet, jó. és tényleg így is van, és tud vezetni, és nincs baj, de egy csomó szabályt elfelejtett. Tehát én úgy gondolom, a gyakorlott vezetők azért a hétköznapi szabályokat ismerik, amiből nem lehet gondjuk, tehát egy jobb kész szabályt, másképp, hogy nem tudjuk, ugye, az, hogy alagútba szabad megfordulni. De, hát minek fordulnánk meg alagútba, de egy csomó olyan szabályt nem tudunk elfelejtünk, ami benne van a kreszbe, és talán annyira nem is lényeges, vagy ha lényeges, majd előveszem az életembe előjön. Itt az a baj, ha olyan szabályokat nem tudnak, amiből baj lehet, és amiből gond lehet, és azért ez jellemző azokra is, akik nem vizsgáztak, például biciklisekre, rolleresekre, de sajnos naponta tapasztalok olyat is, hogy autóval jár valaki, ír nekem egy levelet, hogy balesetet okoztam, ugye nem én vagyok a hibás, és azt kell vászlom, hogy de. Hát én nem is tudtam, hogy a Kreszbe ilyen van, tudod, és ez a válasz, és akkor akkor jön a sírás, rívás, tehát azért ezt tapasztaljuk, de hát szinten kéne tartani, főleg akkor, amikor Kresz módosítás van. Most azért jó tudni, az utolsó nagy Kresz ha hisztek, ha nem 13 éve volt, azóta nem volt nagyobb, akkor azért mi is annak idén csináltunk egy kampányt, meg az autós iskolák is ismertették a szabályokat. Hát most attól félek, ha bejön egy új dolog, hogy azt hogy fogják megismerni az emberek, de hát most segítünk nekik. Mi a leggyakoribb, amit mondjuk elfelejtünk, és a gyakorlatban teljesen másképpen cselekszünk, közlekedünk, mint ami a keresztben mondjuk le van írva. És ami veszélyel is járhat, ezt tegyük hozzá, mert ugye kétfajta felejtés van, az egyik veszélye erre, a másik pedig pénzbüntetéssel, ez utóbbi ez tipikus a megállási tilalmak, hogy hol szabad, hol nem megkockáztatjuk. A leggyakoribb szabálytalanság szerintem, hogy hol haladjunk az úton és itt nem csak a jobbra gondolok, hanem melyik sávba foglaljuk el a helyünket. Ugye ma már említettem ezt a háromsávos autópályát, vagy az m 0 déli részét, nagyon-nagyon sokan végig mennek úgy a középső sávba egyedül, hogy úgy gondolják, hogy ez jól van, és akkor megkérdezem miért. Hát mert a szélső sáv az biztos csak a kamionosoknak van, mondja vasárnap, amikor nincs is kamionos az autópályán. Tehát ez, hogy hol helyezzük el magunkat, ezt sokan nem tudják pontosan, hogy a jobbra autópályán is ér, és csak előzés hajthatunk be a belső sávba és akkor ebből vannak konfliktus helyzetek. Amit városban látok, és nem a személygépkocsisokra vonatkozik szintén a témában, hogy a belső sába egyszerűen teherautóval, busszal végig száguldanak. Vagy az a szabály, hogy lakott belül 50 km re megengedett legnagyobb sebesség, de sok helyen Hungária körút, Lágymánysó, egyéb megengedik a nagyobb sebességet, 65 70 esetleg 80 at De ez csak személygépkocsira és kis tehergépkocsira érvényes. Mégis a nagyobb buszok, a tehergépkocsik végig 80 90 mondjuk egy hungária körúton. Tehát vannak ilyen szabályok, amit szerintem nem tudnak jól az emberek, hát vagy a rosszabb, hogy tudják és nem akarják betartani. Jó is, hogy a sebességkorlátozást említetted. Ugye ez is felrebbent, és hát most nem azt mondom, hogy terítéken van, de ez is így lebeg a fejünk fölött, az általános sebességkorlát csökkentés a főváros minden útszakaszára, vagy zömére, ugye ez a 30 km per órás sebességkorlátozásra levigyük ezt az általad is említett 50-et, ami hát ugye nyilván az, hogy baleset megelőzés szempontjából ez Oké, okay, ez, ez aláírható, itt azért olyan nagy kérdés, talán ebben nincsen. Az, hogy környezetvédelmileg ez mit jelent, az megint egy nagy kérdés számomra, tehát mondjuk ez a kettes és hármas között váltogatva végig. Na mindegy, szóval vannak azért itt kérdések. Te mit szólsz ehhez, mi a, mi a személyes gondolatod ezzel kapcsolatban? Pont a mai tapasztalat tanítottam egy tanuló délelőtt, és ott délen Csepel és Erzsébet között van a Gubacsi híd, amit már egy éve kitették a 30-as táblát, és persze, hát mi vizsgára készülünk, nekünk 30-al kell menni, és akkor beállunk 30-ra, az egy dolog, hogy ránk dudálnak hátulról, de, de a tanuló is megszólal, hogy ilyen lassan hogy lehet menni? És valóban, ahogy ültem az autóba, lassúnak éreztem én is. Tehát mondtam neki pont ezt a példát, és képzeld el, van olyan, azt hiszem most Belgiumból olvastam, egy városban bevezették ezt a 30-as korlátot, iszonyú lassú tempó. Mindamellett, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy a balesetek körülményeit nézve, ugye ismerjük ezt az összefüggés dupla sebessége, négyzetesen növekszik a felszabadó energia, tehát mondhatnám, hogy négyzetesen ütjük el a gyalogost, ami azért nem kevés. Tehát ebből a szempontból megértem a 30-at, de közlekedés szempontjából nem. Illetve van egy nagyon rossz üzenetű gondolat, amit sokszor hallok, hogy hát azért lenne 30, hogy akkor, akkor lehet, hogy akkor tényleg 50 nál mennénk. Tehát, ja, értem. Mert most 50 és megyünk 70-nel. <coughs> Tehát én úgy gondolom, ez egy nagyon rossz üzenet, nem ebbe kéne belekapaszkodni, de szerintem az, hogy a város minden utcájában, főleg a főbb a főútvonalokon, 30 -a közlekedni, az, az nem egészséges dolog. Főleg úgy, hogy ma 50 en haladva azért a mai autók az ember odafigyel, belefékez kettő másodpercen belül megállnak. Hát nyilván itt a kérdés, ugye, hogy fékezzen is bele, tehát hogy ugye vegyük észre a gyalogost, és valóban ne érjünk oda, tehát hogy ez, ez, azért nagy kérdés. Náluk az pont egy forgalom csillapított ilyen lakó pihenő ahol lakunk, és, és ott van két-három fekvő rendőr egyébként az utcában tele van parkolva mind a két irányból, tehát hogy rettenet minden este egy, ö, egy ilyen szkanderezés, hogy ki hova parkol, és ez kinek az autó egy összegyűlik a lakóközösség, és ez kihez jött, ez kihez jött, és nem tudom, nem minden szól. Vannak, ezt szerintem sokan ismerik. Na ott is 30-es a tábla, és ennek ellenére, hogyha megnézzük mondjuk azt a fekőrendőrt, hogy hogy néz ki, van egy ilyen nagyon szép, egy ilyen emelt fekvőrendőr, nagyon jó ez a belépési szög, tehát ott úgy le van és így este hallania, hogy megérkeznek. Tehát, hogy a Rohadt nagy fékezés, csattan az alja, csattan a hátulja, és akkor megyünk végig. Tehát, hogy érdekes ez a 30-50, hogyha 30, akkor valóban 50-nel mennénk, ez, hogy néz ki ez a történet. Amikor most említetted azt, hogy hogy dudálnak rátok a, a Gubacsi hídon, mert ti betartjátok a szabályokat, hát önmagában egy tanulóvezető autóra rá Hát ez már már rögtön egy díjat érdemelne. Mennyiben változott szerinted a közlekedés mondjuk az elmúlt 20-30 évben, hogy a, az a tempó, ami, amiben élünk, az mennyire jelenik meg a közlekedésben? Én szerintem jelentős. Én ugye 88-ban kezdtem oktatni, és sokkal jobban éreztem magam a tanulókocsiban, mint most. Sokszor majdnem félek, hogy mi lesz velünk, úgy, hogy betartjuk a szabályokat, Szokták kérdezni tőlem, hogy mi okozza a legtöbb balesetet, és ugye ez egy elcsépett dolog, hogy a gyorshajtás, de én mindig finomítani szoktam, szerintem nem a gyorshajtás, hanem a sietés. Tehát nem tudom, érted -e a különbséget, hmm. tehát 30 is lehet sietni adott helyzetbe. Tehát egyszerűen annyira rohan a világ, annyira oda akar mindenki érni a helyére, hogy ez, ez borzasztó veszélyekkel jár. És erre nagyon jó példa, hogy régen ugye mindig egy hárombetűs autótípust emeltünk ki, hogy azon nincs irányjelző, meg ők a rendítenskedők, ma már nem ők, hanem sokkal inkább ezek a furgonok, ezek az áruszállító, meg, meg futáros furgonok, mert rajtuk érezne legjobban, hogy sietek. Tehát olyan mm. szabálytalanságot követnek el, annyira agresszíven közlekednek, nem vesznek ki senkit figyelembe, és hiába van hatalmas rutinjuk, ezt megértem, de azért én úgy szoktam mondani, ez időzített bomba, bármikor eléjük mehet valaki, aki tapasztalatlanabb, és nagy gond lehet. Tehát jogos, jogos ez a sietés, a felgyorsult életünk ott van a közlekedésben. Egyébként nagyon érdekes ha elmész Nyugat-Európába, esetleg Amerikába, hogy sokkal másabb a közlekedés. Pont azt érzed, hogy az emberek hamarabb fölkelnek, ráérnek odaérni, ezért állnak meg a zebra előtt, mert messziről már észreveszik a gyalogost, és nem az, hogy érjünk át minél marad mert akkor nem érek el a célomig. A diákokon te hát. hogy veszed észre ezt? Tehát akit, akit neked fognod kell valahogy, vagy egy kicsit le kell lassítani, hogy hogy most akkor a TikTok pörgetés után most beülünk az autóba, és akkor most, most ide kell koncentrálni. Az ember azt hinné, hogy ők félnek, ezért sokkal óvatosabban, lassabban közlekednek, és sokszor ledöbbenek. Amikor megyünk a tanulókocsival, és egy helyzetben egyértelműen lassítani kéne, és megkezem, én nem lassítasz, hát jönnek mögöttünk, mit fog szólni, hogy itt lassan megyek? Tehát beléjük van ez ívodba, hát lehet, hogy otthon apukától, anyukától ezt látta aki aki vezet, a Aki mert... kitölti a tesztet, ugye? Igen, igen. igen és Hú. ők mennek, és így. Tehát ott van, úgy kell sokszor visszafogni a tanulókat. Nem, nem Érdekes dolog egyébként a forgalmi vizsgán, ha nem azt mondom, a legelső, de vezető bukások a gyors hajtás. Oktató autóba, hogy egyszerűen nem tartja be a sebességet, nem is az 50 év, bár ott is gyakran előfordul, hogy úgymond megy a taxis után, aki már 70 nem megy, észre se veszi, főleg az említett 30-as vezetekbe, zónákba, 30-as tábláknál egyszerűen nem lassítanak le. Tehát sajnos ez a sietés benne van a tanulóvezetőkbe is, mind a mellett, hogy nem tudnak jól még vezetni. Tipikus példa a parkolás. A parkolás sokszor azért nem sikerül, mert ott is azzal foglalkozik, hogy Jaj, a másik kisforrások szólni, és áll a sor, és mondom, hagyjuk már békén, álljunk be, kim van a tébető, és akkor jön a kellemetlen, amikor nem csak ránk dudálnak, hanem leúzzák az ablakot, és kiabálnak, hogy miért nem a szántóföldön tanultok vezetni, csak úgy visszakérdeznék, miért te hol tanultál ott. Ez egy nagyon érdekes jelenség, tehát, hogy a oktatóautóban 20-30 évvel ezelőtt sokkal nagyobb türelmet érzékeltünk, sose felejtem el, ha mentünk a tanulókocsival, ugye hátul a vizsga biztos, és volt egy ilyen egyezmény, hogy kitettük a kezünket, hogy V betű vizsga, akkor úgy mindenki lemaradt. Most meg nagyon sok vizsga múlik azon, hogy a másik autós miatt bukik meg a tanuló, mert vagy megzavarja, vagy olyan helyzetbe hozza, amiből nem tud kimászni ez szenzációs. Ezt azért nem gondoltam volna, hogy ez a átkiabálunk meg, stb., hogy ez működik. Bizony. Hú, de csodálatos. Uh, hogyha mm, megnézzük még, még ugyanennél a témánál maradva, és a, és a, és a figyelmük az mennyiben, mert oké, okay, az tök jó, hogy mondod, vagy hát részint jó, hogy észreveszi, hogy mögötte áll a sor, és, és vagy tolják, tehát folyamatosan, de hogy egyébként tudnak figyelni, és tudnak összpontosítani. Hát amikor beülnek a kocsiba? Szerintem azért ez jelentősen nem változott, tehát azért... Egy emberi tulajdonság vezetés közben mindig azt mondtam, kettő dologra tudunk maximum figyelni, ami eleve azért ellentmondás, mert van két kezünk, két lábunk, tehát már eleve négyre kéne figyelni. Üh, harmadik dologra nem, de ezt műgyesen megtanítjuk. Tehát üh, például egy kanyarban nem kell egyszerre megcsinálni mindent, hanem szépen tegyük sorba. Ha mondom, hogy jobbra megyünk, akkor ezt hogy tegyük ki az indexet, akkor le van a gond. Kezdjünk fékezni, le van a gond. Kezdjünk visszakapcsolni, le van a gond. Kanyarba figyeljünk hátra, nem jön a gyalogos. Ha ezt így megtanítjuk, akkor nincs. Von, mert ösztönösen azt csinálnám tanuló, hogy odaír a kanyarba, és akkor mindent egyszer akar ind. Ja, jaj, elfejtettem az indexet, kiteszi, akkor elfejt kanyarodni, elfejti megnézni a gyalogost. Tehát a jó tanításban szerintem helyre lehet tenni ezeket a figyelembeli hibákat, de mondom, a környezet hatása sokkal rosszabb a tanulókra, és ez ott van az autóban. Ha már itt járunk a T-betűnél, Légy, én már nem merek semmi konkrétan kimondani, itt az alagutas történeti úgy befűröttem, hogy én most már tényleg leteszem a jogosítványomat. Szóval a tébetűt, hogyha friss jogosítványjal ülünk be az imára megszerzett nagy boldogsággal tulajdonolt autónkba, ki kell -e ragasztani vagy sem? Hát kellni nem kell, tehát nincsen kötelezettség, hogy ajánlott azon el lehet gondolkodni, van, akin ez biztonságot nyújt. Én szoktam mókása mondani, hogy azért nem kell kitenni, mert úgyis látszik. És valóban látszik, nem hogy előttem kell egy el kezdő megy, tehát nagy titkot nem árulok el. Tébetűnek azonban van egy olyan hatása, szoktam mondani, hogy a életében még sose előzött, na most az előzni fog, Aha. mert tanulóvezető, de van, akit ez megnyugtat, például az említett parkolásoknál. Egy tébetűs parkolással az ember úgy van, hogy jó van, akkor csináld, vagy ott hagylak inkább, aztán vele, de mondom, kötelezettség nincs, van, akinek ez biztonságot nyújt. Ez jó, említetted mert pont erre akartam rákérdezni, hogy ez mennyivel nagyobb veszélyt jelent az, hogy kint van a tébetű mert valóban mi me messziről meglátom, és akkor már jó, na akkor hol, hova férek be, már megyünk, csak nehogy meg ó, itt akar kifordulni balra, na az gyönyörű lesz, és akkor inkább nem várjuk meg, beelőzünk, stb. 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 Tehát azért megvan ennek az árnyoldala. Hát meg, hogy mondjam el, hogy ugye az oktató ott van a tetőtábla Hát is van olyan, hogy egy két tanuló között megyünk a másikért, és akkor hagyom és én vezetek. Föl se fogja a mögöttem lévő, hogy egy ember ül az autóba, de azt gondolja, hogy a tanuló, és mindent megpróbál, hogy lealázom meg egyéb. Hát még ilyenkor megszoktam egy kicsit rájátszani, Na, akkor jó nagy gáz, én is el tudok indulni, és akkor csodálkoznak. Tehát, egy de azt hiszem, a kedvenc, lát, a kedvenc témám az volt, nem volt fönn a tábla, egy parkolóhelyre akartam beállni, és hát nem vettem észre, de egy másik autó is oda akart, de hát nekem volt a jobb lakisim, nekem volt előnyöm, és beálltam, és ő meg kihasználtam az autóban, fogta dühösen, és beállt úgy a vezetőülés mellé, hogy ennyivel, hogy ne tudjak beszállni és akkor így messzire ment, csóvált a fejét, most jó kiszúrtam vele, én meg mentem vissza, beültem a jobb oldalra, hiszen oktató autóban a jobb oldalon pedál, és kiálltam, és ez meg itt tátott szája nézett, hogy az autó hogy megy jobb oldalra. Úgyhogy vigyázunk a oktatókkal, meg a tanulóvezetőkkel. Ne húzzunk újat. Ne be. húzzunk újat. <laughs> Jaj, de jó, ez, ez ilyen jó kis sztori volt. Na, akkor lehet, hogy a fekete leves jön, nem vagyok benne biztos, de muszáj kérdezni. Mennyiben változott az autóvezetés az oktatói szempontból jogszabályozás? mennyire van nehéz dolgotok tehát tudni kell, hogy mindig is jogszabály határozta meg Magyarországon a jogosítványszerzés menetét, és hát 93 óta azért elég szigorú jogszabályok voltak, sokat változtak, tehát emlékszem 93-ban öt vizsgát kellett tenni az, hogy valakinek b jogsia legyen. Volt egy kresszvizsga, volt egy rutinvizsga, volt egy műszaki vizsga külön az autón, egy forgalmi vizsga, meg egy elsősegényújtó vizsga. Mára azért ez már valamennyire enyhült, jelen pillanatban egy kresszvizsgát kell tenni, ami egyébként van egy pár műszaki kérdés és egy forgalmi vizsgát kell tenni, tehát már rutinvizsga sincs. Forgalmi vizsgálején van egy kis műszak, szintén le kell ellenőrizni az autót, és hát maradt ez az első segélynyújtó vizsga. De annyiból szigorúak a követelmények, hogy kötelező óraszámok vannak továbbra is, mint régen, illetve jó pár évvel ezelőtt bevezették a kötelező kilométer megtételét, hogy ne lehessen csak állni mondjuk a pálya az autóval, és ezeket elég szigorúan veszik, tehát vizsgán a vizsga biztos az első, ha megnézi. Betették az éjszakai vezetést, mondjuk nem olyan sok két óra sötétbe, de valami, van kötelező országúti vezetés, ha lehet menjünk autópályára, azért az sem állt, és most van egy jelentős szigorítás, mert sajnos ugye a mi szakmánk is olyan, hogy azért vannak olyanok, akik, akik hát nem vették komolyan ezt a tanítást, és panasz volt, például a rövidített órákkal, vagy állandóan a Facebookon, hogy bevásárolni ár az oktató és egyéb, nem zörög a haraszt, tehát nagyon sok kiváló kollégát ismerek, de biztos volt ilyen, és hát ennek hatására most a közlekedési hatóság szigorított, jelen pillanatban például úgy kell tanítani, hogy előre el kell mondani az, hogy mikor kezdődik az óra, mikor fog végződni, hol megyünk a tanulóval, tehát legalább ezek a mérhető dolgok helyére kerültek, és persze hát még ott van az oktatás, meg bánásmond, meg hangnem, tehát reméljük hosszú távon. Most egy kicsit úgy látszik, hogy fiatalodik a szakma, pár évvel ezelőtt az átlag korosztályán 55 év volt az oktatásban, az ömébe férfiak, de most egyre több fiatal jön a szakmába. Tehát én úgy gondolom, jelentős változások lesznek. Ez a Előre bejelentem, hogy majd hol fogok, milyen útvonalon, vagy nem tudom, hogy ne, nem tudom, hogy a részletességét a dolognak, de ezt a közlekedési hatóság felé kell nektek jelezni. Így van, van egy alkalmazás, be kell írni, hogy hol fogunk találkozni, az, hogy merre megyünk, nem, és hogy hol fogunk végezni. Természetesen, ha változik valami, akkor azért nyilván lehet módosítani, de azért ez elég szigor, illetve ez előkészít valamit, talán egy-két-három év múlva bejön az úgynevezett elektronikus vezetési karton, amikor gyakorlatilag a mobiltelefon rögzíti azt, hogy hol ment merre mentem, a vizsgákon is akarják rögzíteni, mert azért van egy-két olyan vizsga, hogy hogy panaszkodik a tanuló, hogy szerintem nem jogos a bukás, akkor legalább vissza lehet nézni, hogy hát azt mondta a lányom, hogy itt bukott meg, és nem is mentek arra, sajnos sok ilyen van. Oh. Igen, igen. És akkor ezt a hatóság ellenőrizni kívánja? Tehát, hogy elképzelhető, hogy ti találkoztak a Bosnyák téren, és, és ott van a közlekedési hatóságnak az embere, és azt mondja, hogy jó van a tila csak itt van. Vagy tehát, hogy... <gül> <gül> Hát előre vetíti, hozzáteszem, eddig is lehetett ellenőrizni, mm -hmm. tehát sokszor rendőrrel együtt megállították az oktatóautót, megnézték, mert eddig is kellett papíron vezetni, hogy a tanulóval megyek. Nyilván most ez egy szigorúbb dolog, hogy tényleg azt mondom, hogy ott vagyok a Bosnyák téren, vagy nem. Aztán meg tudom indokolni, hogy miért van, nem vagyok ott, vagy ugye a Bosnyák téren jelentettem, és az, és az ellenőr lát engem csepelen ugyanabban az időpontban, tehát nyilván ez nekik is egyfajta szigorítás, illetve szabadság. Hát meglátjuk ennek a hatását, nagyon sok oktató azért egyébként úgymond morog ezért, hogy ez szokatlan dolog, meg alkalmazásba kell beírni, de szerintem pár hónap és eltelik a csoda, és mindenki meg fogja ezt szokni. Elmondhatod, hogy kicsit fiatalodik most már az oktatói társadalom. Az elmúlt évek, ugye itt volt minden a Covid-tól kezdve, ami a csövön kifér. Itt hogyan alakult a tanulói társadalom? Mármint melyik részére gondolsz? hogy életkor... Akár mondjuk a COVID részénél, ja, és értem. többen jöttek. Értem, hát, értem, hogy, értem, értem. Hogy az is egy olyan érdekes, ugye két, két irányba lövök akkor. Az egyik ugye az, hogy van egy olyan tendencia, hogy nem kell saját autót, tehát a fiatalok már, már már nem is vesznek autót, majd ha éppen úgy adódik, akkor majd kársering, vagy bármi kibérelünk, vagy kölcsönkérünk, de tök fölösleges fenntartani egy autót. Jó, oké, bá, belvárosban persze nonsense. A jogosítvány megszerzése is már kevésbé ö, egy ilyen kötelező pont, tehát ugye ez a felnőtti válláshoz való úton? Az elmúlt 30 évben érdekes mondani, ezt nagyon nyomon jó, tudtam követni, amikor például elkezdtem a szakmát mondjuk a 90-es évek elején, akkor jöttek a hölgyek vezetni, akkor volt az, hogy pár, pár meg Nem volt a hogy pont ekkor a hölgyek. igen, is igen, is én is, igen, én is akkor csöppentem vele. És aztán mai napig is sok éreztük nagyon sokáig azt, hogy az idősebb korosztályban még mindig van a réteg, aki 17-18 évesen nem tudott meg megszerezni, és jön. Ami nagyon érdekes volt, és jó, hogy említetted a Covidot, hogy abban az évben nagyon sok tanuló volt az autós iskákban, úgyhogy az autós két hónapig zárva voltak. Hál' Istennek akkor már működött ez az e learninges es tanulás, tehát otthon el lehetett kezdeni és az volt a szlogen, ha már repülni nem lehet, meg úgy is ráérünk, menjünk autót vezetni, tehát a legtöbb autós iskolának kétszeres mennyiségű tanulója volt, sőt, még egy-másfél évvel ezelőtt ilyen fél éves várólisták voltak, hogy egyszerűen kresszvizsga megvolt, és nem tudtok kocsira kerülni. Na most ez az, ami jelentősen most megváltozott. Tehát most azt érezzük, hogy azok jönnek csak jogosítványt szerezni, akinek tényleg fontos, akinek tényleg ott áll az autó a garázsba, vagy a munkain egyet felajánlottak, és tényleg, ha jogosítványt vezetni akar, azért ehhez hozzátartozik az is, ma egy jogsi megszerzése most már inkább fél millió forint, mint kevesebb, azért ez egy olyan nagy összeg, ami meggondolásra késztette az embereket, viszont ebből a szempontból egy kicsit nagyobb a motiváció, tehát aki jön, az, az pont azt érezzük, hogy szeretne megtanulni vezetni, és így könnyebb vezetni. Ez azért fontos, mert napokban volt egy ilyen bejelentés, hogy esetleg a fiatalabb korosztály ingyen megszerezheti majd a jogosítványt, biztos hallottál róla, és a legjobban szakemberként azért csóváljuk a fejünket, hogy biztos, hogy meg kell annak szerezni, akinek még nem kéne. Tehát vagy nem elég éret, vagy nincs elég motivációja, pusztán azért, mert ingyen van. Tehát például mi nagyon félünk előre, hogy teljesen meg át fogja rendezni a szakmát. Hú, és ott milyen jó kis tanulóitok lesznek majd, hogy csak beugrik, beugrik a buliba, hogy miért ne. Hát igen, meg arról nem beszélve az egy dolog, tehát a jogosítványszerzés alapja jelen pillanatban is a 30 óra, 580 km, és ez így a köztudatban benne van, hogy hát ha 30 óra van előírva, akkor 30 órában meg tudok vezetni, de hát most én se tudnék megtanulni egy év alatt korcsolyázni, sose korcsolyáztam még, mert ügyetlen vagyok szerintem. Tehát ezért az autóvezetése ilyen, nem egy tanulónk van, aki 60-80-90 órából jut el a vizsgáig, úgyhogy még ő is érzi, hogy neki kell. Tehát ez a bajom ezekkel az intézkedésekkel, hogy hát mi lesz, ha 50-60 óra kell. És akkor pluszba fizetnie kell, akkor jött a reklamáció, de hát azt mondták, ingyenes lesz, de mégse ingyenes, vagy abba hagyja, tehát ez sok minden, ennek sok minden hatása lehet még, ami kiszámíthatatlan. Kik a nehéz esetek, Hát szokták kérdezni, melyik a legnehezebb korosztály a mi a középkorú férfiak. Hát megmondom, miért a középkorú hölgyek úgy jönnek, hogy á, én úgyis ügyetlen vagyok, nekem úgyis száz óra kell, és akkor szépen békésen megtanítjuk őket vezetni, nagyon jó eredményekkel hozzáteszem. A középkorú férfiak úgy vannak, hogy szégyellik, hogy mi az, hogy nekem nincs jogsim, összes haveromnak van, mi az, hogy én 40-50 évesen beülök az autóba, hú, nagyon sokat kínlódunk velük. Aztán nagyon érdekes, nehéz tanítani a tanárokat, akik a hét köznapi életben tanárok. Szoktam mondani azért, mert ők adásra vannak beállítva, hmm. és át kell állítani vételre, nagyon nehezen fogadják el a dolgokat. De, amit mondtam, a 17-18 éves korosztályban is van az a réteg, Apu elkülde a gyereket, tanulj meg, jó lesz ez a jog, egyébként a gyereket abszolút nem érdekli az egész. Sokszor már a kressz alig jut el, de azt nagyjából bemagolja, levizsgázik, a kocsiban megkínlódunk velük, hogy nincs motiváció, nem figyel oda, nem tekinti tanulásnak a folyamatot, ma elmondok valamit, holnap mondom, na, akkor kezdjük a parkolást, tehát hogy is volt? Elmondom még egyszer, holnap után kezdjük a parkolást, tehát ő már elfelejtette, vagy nem is emlékszik, ez nem jó. Tehát az oktatás is, az autóvezetés is egy tanulás, ha valaki így kezeli, azzal, azzal nagyon szép eredményeket el lehet érni. Van olyan vagy volt olyan akinek azt mondtad, hogy hogy Annyi szép dolgot lehet még csinálni a vezetés helyett? Hát nagyon érdekes dolog, mert mi vagyunk a szolgáltató, tehát ilyet nem illene mondani, de tudnak. De ja, részben a... valahol, most nem akarom rácsütni, de hogy azért valahol felelősség is van ebben a dologban, nem? Tehát amikor látod, hogy annyira nem való neki? Vagy vagy van, -e, van ez a szint, vagy nincs? Hát nagyon érdekes volt, nekem van tanulom, hogy 30 órában még tötyögtünk, semmi nem volt, és már majdnem mondtam neki, hogy itt a vég, és utána megtátosodott, valahogy bekattant, valahogy elkezdett az agya közlekedésileg járni, és és mit tudom, a 80. órában levizsgázott. E, általában az a tapasztalat, ha van, akinek nem megy, a tanuló veszi le azt, hogy ez neki nem megy. Egy a baj, hazamegy, kér jó tanácsot, és otthon azt mondják, ha keres egy másik oktatót, majd az megtanít. Nyilván azt se fogja megtanítani, és akkor előjön egy ilyen kínlódásos fázis, de felmerül ez időnként, most legutóbb is ugye az Árpád Hiti baleset kapcsán, hogy valami pszichológiai elővizsgálatot is lehetne csinálni, ha mondjuk a azt mondja, hogy érez valami rejtett agresszivitást valakin, és meg lehetne ezt nézni. Létezik egyként ma is a pályalkalmassági vizsgálat, bárki egyébként önként elmehet, akár a jogosítvány szerzés előtt is megnézheti a képességeit, de nagyon kevesen élnek ezzel. Sajnos az a szlogen a fiatalok körében, meg aki jogosítvány szeretne, hogy annyi hülye vezet, akkor mi van ebben nehéz, és így nem látja azt, hogy Hát azért lehet, hogy egyéni képességei nincsenek meg az, hogy autót vezessen, és igen ki kell mondanom, vannak olyan emberek, akiknek nincsen, de mondom, általában önmaguktól abba hagyják. Érdekes volt a pszichi pszichológiai oldal, vagy, vagy esetleg egy ilyen kitétel, hogy egyáltalán a jogosítványt el tudja kezdeni a jogosítványszerzést. Másrésztről az is felrebbent, és nyilván vannak erre különböző európai vagy más országokból példák, hogy ugye teljesítményhez kötjük azt, hogy mondjuk az első évben. Ezt is például szerintem sokan nem tudják, ha jól emlékszem, de megint csak nem merek a konzekvensen kijelenteni valamit. Szóval ugye, hogy az első két évben a jogosítvány megszerzésétől számított két éven belül utánfutott nem vontathatok például B-kategóriás jogosítványjal. Na most van egy ilyen, ezzel megint csak a kutya nem fog foglalkozni. Egy adott esetben, balesetnél ott nyilván felmerül, és akkor ott, ott meg tudják róni az ember, de nem foglalkozik vele senki. Lehetne egy ilyet, hogy úgy, mint a motoros jogosítványnál, hogy, hogy legyen kategória A, A1, és akkor szépen így, hogy teljesítményhez kötni. Na most megint ennek nyilván az ellenőrzési oldala, ami kérdéses, de hogy, hogy lehetne egy ilyet? De most megdicsélek, mert jól mondtad valóban a kezdő vezetői engedélynél Egyetlen egy korlát van, hogy gépkocsival nem szabad potkocsival közlekedni, utánfutóval, illetve ha valaki motorra csinálja, nem lehet két évig személyt szállítani. De egyfajta adminisztrációs intézkedés is, mert ha valaki két évig a fiókba tartja, a jogsit előveszi, a törlődik, tehát már is vontathat, úgyhogy nem is vezetett soha ilyet. Valóban jó a példát, hogy a motorosoknál létezik ez a kategóriázás, nem véletlen Ül, hiszen egész más, egy 125 is motort, vagy egy, mit tudom, 1000 köpcentis, vagy még nagyobb motort vezetni. Sőt, ne felejtsük el, hogy Magyarországon a nagy A kategória, ha nincs előéletet, 24 éves kortól szerezhető csak meg, míg B-t 17 évesen meg lehet szerezni, úgy, hogy a megszerzett B-vel egy 800 lóerős, 3,5 tonnás járművet el tudsz vezetni, és ez valóban sok kérdést okoz, főleg úgy, hogy most olvastam egy statisztikát, az Unióban 40 40 kal emelkedtek a fiatalok által nagy teljesítményű járművekkel elkövetett baleset. Tehát pont most a napokban egy ilyen uniós anyagban olvastam én is ezt, hogy lenne ez a B és B plusz jogosítvány. Hát ami abban le volt írva azért az a kapcsolatban csoválom a fejemet, mert ott tömeget írtak le, és elég kicsi tömeget, tehát 1800 kg azért majd egy kisebb autó majdnem, vagy egy közepes méretű autó eléri ezt a tömeget. Én sokkal inkább híve lennék a teljesítménynek, ha nem lehet a teljesítményt variálni, ugye azért az egy olyan adat a forgalmi engedélyben, ami végül is fix, de fölmerül ez, hogy 17 évesen csak mit tudom, egy korlátozott mint tudom, százlóerőig megszerezni. A jogsit hozzáteszem a legtöbb oktató autó ekkora, hát nyilván kisméretű, kisközepes méretű, kényelmes, de nem túl erős hát Fölösleges is, hát is lenne. És akkor vagy egy időkorlátot hagyni, és azt mondani, hogy utána vezethez csak, vagy egy életkorhoz kötni, vagy esetleg nagyobb teljesítménynél egy további képzést beiktatni, hogy akkor nézzük meg az a három tonnás autó milyen. De amit az elején mondtál, hogy mennyire bízuk rá szabályokat az emberekre, az itt is felmerül, hogyha én megszerzem a jogsítésén egy felelősségteljes ember vagyok, mit tudom, kisméret, méretű akkor tényleg akkor ülök be nagyobb méretű járműbe, egy pici gyakorlatot szerzek vele, és először kimegyek a áruházi parkolóba körözni, és nem egyből 200 az Árpád hídon végig megyek. Tehát itt az embereknek is lehetne felelőssége, de én úgy látom, hogy ez egy komoly kezdeményezés, hogy, hogy kategóriákra bontani. A nagy kérdés, hogy a régi jogsikat is föl kéne újítani, vagy az maradjon szerzett jog, három és fél tonnáig, vagy pedig csak valóban azoknak, akik most kezdik a folyamatot. Hú, de érdekes ez a kérdés, igen, mert közben azon morfondíroztam, hogy hogyan lehetne ezt bevinni, miután, hogyha már beszáll az ember egy új autóba, egy mostani új autóba, hát ugye az, hogy az is már egy nagyon nagy kérdés egyáltalán, hogy a vezetéstechnikai technikai, vezetés támogató rendszerek ott vannak az autóban, Egyre jobban támaszkodunk, és egyre nagyobb biztonságot érzünk e felé, hogy úgyis benne van, tehát hogy itt nyugodtan rúghatom a pedált, mert van kipörgésgátló, fel tudok menni a lejtőn, vagy a bármi csúszós úton, majd megoldja az autó. Hogyha közben a telefon nyomkodom, akkor rázza a kormányt, meg bent tart a sávban, és társai, és társai. Ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok a véleményedre, de hogy meg lehetne ezt oldani, hogy akár a jogos legyen egy csipped, egy bármi, ami az autóban egy leolvasó, vagy az OBD-vel összekötve bárhogy. Vissza tudja követni, akár a biztosító, ami egy működő rendszer már, hogy ugye milyen gyorsulási értékek, hirtelen fékezés, bármi, ez alapján, ugye te kvázi kategorizálható vagy, hogy milyen vezető vagy, és ez alapján nyilván a minősítésed is valahová bekerül, és így. Így akár lehetne ezt nyomon követni. Nem állítottak meg, ezt valamelyik adásban mondtam, nem is olyan régen, nem állítottak meg a rendőrök szerintem az elmúlt hat évben. Most megtört a jég, és jöttem haza, és hajnalban az Erzsébet-hidon mélységi ellenőrzés mindenkit kiszedtek, fújjon egyet, fújtam, további szép estét, viszlát. Tehát ennyi volt nyilván, oké, nincs kapacitás most, hogy minden papírt végignyálazni, meg stb. Hát akkor állna a sor Buda őrség, még hajnalban is. De hogy ennyi volt mindösszesen. Tehát, hogy ennek valahol úgy kellene utána menni, hogy legyen egy olyan, tehát nem, nem rendőrt állítani minden sarkon, ahogy elindulok az autóval. Azért csováltam a fejem, mert az Erzsébet hídon megállni tilos. ott Pél csücsültünk. nem mutatni, Igen. de hát nyilván meg ennek az oka. Én azért mindig a példamutatást azért hiányolom. A megfelelő személyektől. De nagyon érdekes, amit mondasz, és végig azon gondolkodtam, hogy tényleg a kor erre fele halad. De jelen pillanatban úgy a magyarországi autók átlag életkora 16-18 év. Tehát amiről beszélsz, az a jövő autója, vagy a jelen, de inkább a jövő autója. Tehát nekem most egy két és fél éves autón van, és tudom, hogy van benne olyan rendszer, hogy figyelmeztet, ha előttem fékeznek, és ha nem fékezek, meg is áll, de még nem mertem kipróbálni. Tehát, de tudom, hogy ott van benne, illetve nem tudom, mert tudom, hogy benne van, de még nem próbáltam ki. De valóban a jövő efele megy, hogy le lehetne követni az autóvezetői szokásokat, és én úgy gondolom, ez egy hatalmas változás lesz az autózásban, hogyha akár az elektromos autókat, akár az elektromos rásegítésű autókat nézzük. Amin még elgondolkodtam, hogy jelen pillanatban egy nagyon érdekes szabály lehet, hogy ezzel megdöbbensz, a forgalmi vizsgán a tanulók nem használhatják a tolatoradart. Tehát megkövetelik tőlük, hogy nézzenek hátra úgy, hogy ma már az autókban olyan kütyük vannak, amik tényleg segítik a, a rendszer. Tehát én úgy gondolom, a jövő az lesz, és azért hallottunk már a közlekedés hatóságtól ilyen ígéretet, hogy inkább az lesz, hogyha benne van, akkor a tanuló mutassa be a vizsgán, hogy tudja kezelni, és szerintem Aha. ez a korrektebb. De ezeket tényleg meg kéne tanítani. Tehát nekem is van olyan ismerős, megvette az új autót, tele van vezetés támogató rendszer, és nem meri, vagy nem tudja használni. Ez se jó. Más kérdés, hogy ez megint öntanulás, vagy pedig lehet, hogy erre is lehetne tanfolyam szervezni, hogy akkor ismerd meg ezeket a csoda szerkezeteket, mert minden évben az Unió úgy tudom kiadja, hogy minek kell lenni egy autóban. És ha azok benne vannak, akkor ismerjük meg, és használjuk nekem ez a véleményem. Jó, a tök jó, pont beugrott most. egy, kaptam egy ilyen félbeszélgetést, az egyik ismerősöm vett egy új Ford Kugát, és ezzel a, a cimborája jött haza az autóba, stb. nem tudom, hogy hogy volt, lényegtelen, és, és ki akart sorolni az autópályán, előzni akart és egy kicsit később az indexet, és az autó húzta vissza a sávba. És frászt kapott, hogy olyan, mint mintha nyomvájúban haladna, tehát, hogy úgy vissza, visszahúzta az autó, és hogy ez is ilyen, tehát még, még akár azt mondom, hogy még balesetveszélyes szituációt is tud akár okozni. Mennyire veszi el a figyelmünket, és mennyire leszünk akár rosszabb vezetők ezektől a rendszerektől? Jó, hogy kimondtad az autotípus, mert nekem is pont ilyen van, csak én nem tessé. akartam kimondani, és én is éreztem olyat, én rosszabbat, amikor egy idegenes burkolati jel volt, és húzott le a sából az autó, Jaj, de jó. és oda kellett Aha. figyelnem nagyon, tehát erre is kell figyelni. Hát nagyon érdekes tapasztalat, ugye megjött ez az autó, benne van a tolatok, mert a csipogó minden gyönyörűen parkolásnál használom, és utána át kellett ülnem egy másik autó, mert nem volt, és simán neki mentem a kukának, én az oktató. <laughs> ja, hát mondom, persze, hát ebben nem csipog semmit. Tehát pillanatok alatt rá lehet szokni a jóra, és utána jobban oda kell figyelni. Tehát akár ez veszélyel is járhat, de én úgy gondolom, ha valaki megtanulja ezeket, odafigyel rá, tudja használni, akkor ez sokkal inkább segítség, mint, mint nyűg lenne. Hát persze erre figyelni kell, átűsz egy másik autóba, lehet, hogy abban nem lesz. Ezek a vezetéstámogató rendszerek, és azok a rendszerek, ami leginkább most már arról szól, hogy amíg a dugóban ülünk, addig ugye a, a, a TV, Youtube, Spotify, stb. minden, ami a csövön kifér, az, az menjen, és nézzük meg egy Tesla, tehát akkora kihelző van a közében, mint ez a keverőpult. Tehát, hogy, hogy tehát itt azért az, hogy mennyire vonja el a figyelmet a vezetéstől, részben átveszi a vezetés, refordított figyelemnek egy jó részét, más részről simogatok, és, és, és csendben. Tehát, hogy azért ez egy problémás ügy, igen, igen. Két Kressz szabályra nem a figyelmet. Az egyik alapvetően mindig is ott volt a keresztbe, hogy járművezetőnek vezetés közben biztonságos vezetésre alkalmas állapotba kell lenni. Tehát akinek a figyelme nem azon, hogy mi van előtte, annak nincs ott. A tehát má... Ez már beletartozik abba, tehát ez nem én az, hogy gondolom, én most a, innen a sarki hörpintőből ültem be a kocsiba, hanem ebbe az Így is van, benne van, hogy egész egyszerűen nem figyelek a Így vezetésre. Van, de akár odáig, hogy nem megyek strandpapucsban, mert nem vagyok vezetésre hm. alkalmas állapotban, tehát ez egy nagyon tág dolog. A másik hát ez egy kicsit elnagyolt szabály, 20 éve került bele a kreszbe, nem tudtuk még mi lesz, hogy a mobiltelefon használata kézben tartva menet közben nem megengedett. Hál' Istennek azt írt a alkot, hogy használata is nem az, hogy maga a telefonálás, és mi már ezt úgy tanítjuk, hogy ezt kiterjesztően kell kezelni, tehát mindenféle kütyű, ami az autóban arra van, hogy hozzáérjek, véleményem szerint menet közben nem használható, és ebbe beletartozik az a bizonyos digitális műszerfal, amit tapizni kell. Tehát a legtöbb egy egyébként nekem is kírja menet közben, hogy biztos, hogy hozzám akartál érni. Hozzáteszem a tapasztalatom az utasként, múltkor be akartam állítani az útvonalat, hát nem nagyon sikerült a magyarországi utakon, mert úgy ugrált az ujjam, hogy nem találtam el a betüket. Na most képzeld el ezt, ha ez te is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezekre oda kell figyelni, és azért a baleseteknél egyre szigorúbban nézik ezt, és nagyon jól mondtad, ez a kvázi fekete doboz ilyenkor esetleg jó is jöhet. Úgy a nagyobb baleseteknél ma már kikér a mobil szolgáltató adatait, és még akkor is felelősségre vonhatnak, ha bebizonyított, hogy nem a kezedbe tartottad a telefont, mondván elvette a figyelmedet, mivel indítottam, nem biztos, hogy a biztonságos vezetésre alkalmas állapotban voltál. Ez olyan jó lenne egy picit ezt átgondolni, tehát hogy, hogy, hogy tényleg, amikor beülünk az autóba, tehát ugye szép, ahogy kopik a, 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 megszerzett tudás is, most maradjunk a Kressznél, mert nyilván van az, hogy hol van a kettes, ezt megtaláljuk, de hogy, de hogy ez is egy kicsit kopik, és egyre jobban hátra dőlünk. Azoknál, akik, akik megszerzik a jogosítványt, és utána megy a fiókba, majd utána vagy egy élethelyzet, vagy bármi alakul, és nekem van jogosítványom, és nyilván nem tudsz statisztikát mondani erre, hogy hányan jönnek el, de hogy hogy egyre többen veszik a bátorságot, és, és felteszik a kezüket, hogy Petur nekem megvan a jogosítványom, de, de azért szeretném ezt egy kicsit leporolni. Tudok statisztikát mondani, mert az Bocs, általán, akkor nem általán vezetett autósiskolában is foglalkozunk ezzel. Jogosítványok gyakorlása úgy hívjuk, vagy, vagy pótórák vétele, kinek hogyan tetszik. Jellemzően inkább a 30 körüli 30-40-es hölgyek jönnek pasik valahogy úgy vannak vele, hogy ez ciki kategória, bár egy kettő Majd felesel. megoldom valahogy. Aha. Igen, de a hölgyek nagy jönnek, és sőt az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor 20-30 órát vezetnek még, mire elmennek menni. Nyilván ott már belék van kódolva, vagy egy gyerek átul fog ülni, és épségbe haza kéne vinni. Tehát igen, foglalkozunk ilyennel, és nagyon örülök, hogyha eljönnek, és nem maguktól ülnek be az autóba, és vesznek az oktatóktól a mesterfogásokat. És hagy mondjam el, hogy nem régiben is volt egy tanuló jogosítványot a Simán átment a szembe jövő oldalra. Úgyhogy alig vette észre. És menni kellett egy csomót, mire kikorrigáltuk, hogy egyáltalán lássa, hogy hova helyezél az autót. Tehát döbbenetes, hogy megvan a jogosítványa. Szoktam viccesen mondani, a autóvezetésnek van egy csomó feltétele, ugye mondtam, az a biztonságos, ne igyon, stb. Egy feltétele nincs, hogy nem vezethet az, aki nem tud vezetni. Ha megvan a papírja, elvileg jogosult beülni az autóba. Jó volt, hogy említetted, vagy megemlítetted azt, hogy a gyerek hátul ül, és, és, akkor hogyan figyelünk, hogyan, hogyan gondolkozunk ezen. Ezt például, ugye, ha jól tudom, akkor ez nincsen benne a vezetés oktatásban, hogy például egy gyerekülést hogyan kötünk be egy utast, hogyan egy olyan utast, aki nyilván mi vállaljuk a felelősséget, tehát nem a részek haverom, aki nem köti be magát, az is egy érdekes kérdés, de ugye annyi baleset volt, volt egy, ami nagyon nagy ilyen sajtóvízhangot kapott, ez a nagy úton történt, ahol kifordult, már nem tudom, tilos jelzés ellenére, és hátul a gyermek is, hogyha jól emlékszem, életét vesztette, nem volt rögzítve a gyerekülésbe. Egy három-négy év körüli gyermek volt talán. Nem volt rögzítve a gyerekülésbe. Nekem is két és fél éves a kisfiam, és vannak bizony nehéz pillanatok, amikor nem teljesen egyet gondolunk a világmozgásáról, de hogy, de hogy ezek olyan evidenciák kellene, hogy legyenek, Uh, tehát ez, ez nincsen benne az oktatásban, ezt maga oldja meg a... Az adott szituációban az illető. Az elméleti oktatásban benne van. Abban benne van. tanítjuk a gyermekülés használatát. És amit mondtam már, hogy jogosítvány rendelkezők jöttek már, úgyhogy segítsünk nekik, adjunk tanácsot gyermekülés kiválasztásában, hogyan rögzítsük, hogyan használjuk a gyereket. De én úgy gondolom, itt a józanésznek kéne győznie. Tehát nagyon sok vezető van, aki azt mondja, azért nem kötöm be magam, mert majd így kitámasztom magam. Ja, hogy ja, ja. Látom, hmm. hogy szemből jönnek, erre szoktam vezetéstechnikó mondani, hogy ha 30 a neki mész a falnak, akkor erőhat a kezedre, mint ha a harmadik emetről leugranál fekvő támaszba próbált ki. Ezt azért mondom, mert lehet, hogy én még elhitettem magam, majd kitom tudom támasztani magam, de a 4 6 éves gyerek biztos, hogy nem fogja tudni, és ütközésnél sajnos azt kell mondanom, repülni fog, és hogy holá meg, azt nem tudjuk. Tehát azért felelősségteljes szülők igenis használják a gyermekülést. Múltkor taxiba láttam, meg is lepődtem, ki volt írva, hogy gyermekülésre rendelkezünk, mert hivatalosan de szerint taxiban nem kéne gyermekülést használni. Taxiba nem igen, kellene igen, a gyermek. Igen a szerint. Igen, de mégis ki volt írva, ez egyfajta reklámereje volt, és, és elképzeltem, hogy felelősség teljes Anyuka Azt mondja, én akkor ebbe ülök, mert nekem fontos a gyerekülés. Tehát a gyermekvédelme az nagyon fontos, én úgy gondolom a közlekedés során, és aki felelős, azt ezt komolyan is veszi. Igen, ez a sokszor hozta ezt a példát, ez egyik ilyen kedvencem, és annyira leírja azért a társadalom egy bizonyos részét, hogy a van már iPadünk, de még mindig a szalonát vágjuk rajta. Tehát hogy, mert arra is tök jó, tehát. Az a legegyszerűbb. Tehát tényleg, hogyha ott van a gyerekülés, a másik része, amit szerintem megint csak elfelejtünk, és ez az idő múlásával ö, alakul, ahogy a gyermek is cseperedik, hogy ugye megvesszük, bemegyünk a boltba, és azt mondjuk, hogy nekünk a leg a leg a leg, a leg, a leg és akkor ki elköltünk 150 ezer forintot egy gyerekülésre, amiben belerakjuk akármi hordozós, bármilyen. És utána egyszerűen csak megnőtt a gyerek, és nem megyünk utána például a gyerekülésre. Tehát ugye az is problémát jelent, illetve biztonsági kockázatot. Hát ha megnézem, a magyar átlag gyerek 11-12 éves korra eléri a 150 centit, ami fölött már nem kell, de addig legalább négy gyermekülésben kell ülnie, hogy a méretéhez igazodjon, és valóban ezek ma már több százezer forintba kerülnek, de nehezen spóroljunk, mert ha baj van, akkor soha nem fogjuk magunknak megbocsájtani, hogy ezen spóroltunk. Hát és ez nem csak a gyerekekre érvényes, hanem nyilván saját magunkra is, illetve hát az közlekedők testi épségére, akik mellettünk még próbálnak valahogy túlélni az úton. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Remélem, hogy egy picit fellebbentettük a fájtlat itt azokról a dolgokról, ami, amit, amit gálásan próbálunk elfelejteni, akár szisztematikusan is, akár, akár csak úgy tényleg kikapott. Nagyon szépen köszönöm, és Az hát sok-sok sok balesetmentes kilométert, és olyan tanulókat kívánok nektek, akik valóban szeretnének vezetni. Köszönjük szépen. Ha tetszett az adás és szeretnél még hasonló tartalmakat nézni, iratkozz fel a Sláger FM YouTube csatornájára és értesülj elsőként az új tartalmakról.